Globális botránnyá dagadt a Volkswagen csalása. A német autógyártó ellen az Egyesült Államokban nyomozás indult, és Dél-Koreában is vizsgálódnak, miután kiderült, manipulálták egyes dízelmodellek károsanyagkibocsátási tesztértékeit. Világszerte 11 millió gépkocsi lehet érintett. Itthon a Nemzeti Közlekedési Hatóság egyelőre nem tervez vizsgálatot az ügyben. Harmadával zuhant a Volkswagen részvények értéke, ráadásul Európa legnagyobb autógyártójának veszőfutása már globális botránnyát terebélyesedett. A piacok kétlik, hogy a válság kezelésére elkülönített több mint 6 milliárd euró elegendő lesz. Mintegy 11 millió gépkocsi lehet érintett. Ez mindössze alig 600 euró járművenként, így az összeg alig ha lehet elég. Ráadásul a Volkswagen imázsát is súlyos kár érte, fogalmazott egy kereskedő a frankfurti tőzsdén. Az Európai Bizottság teljes körű vizsgálatot követel. Rendkívül komolyan vesszük az ügyet. Alapvető fontosságú tisztán látni a vásárlók és a környezet érdekében is, mondta a testület szóvivője. Annyi bizonyos, hogy a Volkswagen csoport elnöke, Martin Winterkorn, a hétvégéig lemond. Már meg is van az utódja, Matthias Müller személyében, aki a Porsche-tól nyergel át. A Volkswagenről pénteken derült ki, hogy manipulálta az Egyesült Államokban bizonyos dízelmodellek károsanyagkibocsátási tesztértékeit. Becslések szerint a bírság összege elérheti a 18 milliárd dollárt, ami csak nem négyszerese az autógyártó tavalyi éves nettó bevételének. Ráadásul az egész autóipar, sőt a teljes német ipar megszenvedheti a botrányt, és a többi nagy európai autógyártó is elveszítheti a tőzsde bizalmát.